Jó estét kívánok! Köszönöm! Köszönöm, jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a nyár végi nagyon szép napon, ahol derítsük föl úgy a szívünket azzal a bizakodással, hogy ha akarjuk, akkor lesz és van jó párkapcsolat. Hogy mi a párkapcsolat titka, nyilvánvalóan sok-sok és boldog volnék, ha most azt jelenthetném be önöknek, hogy elindul egy olyan iskola, ahol a fiataljainkat megtanítjuk arra, hogy mi mindent tudjanak ahhoz a kapcsolatban, ha belépnek, járjanak iskolába, hogy azt is megtanulhatják, hogy mivel tehetik fényessé a párkapcsolatot, és egyben talán még azt is érdemes először megtanulni, hogy mivel rombolhatjuk le a párkapcsolatot, mert ahhoz nagyon értünk spontán. Most hát ezt meg kell akadályozni. Ugye eleve gondolom egyetérthetünk abban, hogy a párkapcsolat az olyan alapvető az emberi életben, úgy mondjuk diádikus, két személyes kapcsolat, ahol az embernek az alapvető szükséglete a másiknak a jelenléte, a másik fontossága, a másiknak adható és a másik embertől kapható szeretet nyilvánulhat meg. Az anya-gyerek kapcsolat ennek az ős mintája. Ott van sejtjeink memóriájában, rögzítve, nem tudatosan, hanem úgy mondhatnám a sejthártya DNS-ébe rögzített emlék. Milyen az, amikor édesanyád átölelt, milyen az, amikor rád tekintett, és szemes sugarával azt üzent, hogy te vagy a legszebb a világon. Ez mindnyájunknak az az ős mintája, hát ha van az a szerencse, hogy az embernek olyan édesanyja adatik, aki valóban édes, akkor ezt mi tudjuk, és mindnyájunk emlékeiben ott van. És van egy alapvető szükséglet, ez egy akkora nagy élmény, zsigeri, vegetatív, testi, azt lehet mondani, az ölelésnek az érintése, olyan élmény az ember életében, öntudatlan, korai emlék, hogy egész életünkben törekszünk arra, hogy megvalósíthassuk azokat a boldog pillanatokat, amikbe valahogy a testünk visszaálmodja ezt az ős boldogságot. Szóval anya-gyerek kapcsolat, azért lépjünk csak ezen túl, van egy minta, mindnyájunknak be van égve a sejtek memóriájába, és valahogyan, ahogy a fejlődésben el is jutunk oda, hogy minden arra tart, fiú és lány gyereknél egyaránt, hogy a saját nembeli lényegében, aminek született, amilyen nemben született, abban tulajdonképpen kiteljesítse, valóra váltsa azt, amit hozott magával. Mert itt jelentem ki, hogy én változatlanul azon a gender állásponton vagyok, hogy ha fiúnak születtél, akkor legyél férfi, igazi férfi. És ha lánynak születtél, akkor legyél igazi nő, mert erre van biológiailag képességünk, mert erre van a szervezetünkben beállva eleve. Azaz XX kromoszom a lányoknál, XY fiúknál, amelyik megadja azt a fajta genetikai motort, a fejlődésnek azt a motorját, ahol automatikusan és programozottan történnek dolgok. Hát nem te alakítod, hát nem mi programozzuk, hogy serdüljünk már ki, mit az Isten megtörténik velünk. Szóval ugye ez benne van a felnövekedés forgatókönyvében. Amikor mi így beleálmodjuk magunkat a boldog jövőbe, hogy majd lesz párunk, persze lesz boldog kapcsolatunk, mert akkor is ezt álmodjuk, hogyha körülöttünk nagyon negatívak a tapasztalataink, még mindig van egy reménység. Nem baj, az övé rossz, hogy én megcsinálom, majd az én kapcsolatom jó lesz. Igen, de nem tanuljuk meg, hogy mi az, ami fontos, amit munícióként vinni kell magunkkal. És azt kell mondjam, hogy sajnos a legelső, legalapvetőbb három I betűt szeretnék most ehhez tartozó szót kimondani, és egyben azt is elmondani, hogy ezek a fogalmak, amik I betűvel kezdődik mindegyik, egyben azt jelölik meg, hogy ez a három I a hozzá tartozó esemény a felnövekedésben, ha jól sikerül, ha jól zajlik le, akkor nagyon föl vagyunk vértezve arra, de csak arra, hogy érett párkapcsolatot tudjunk kötni. Az első az az úgynevezett introjekció. Intro az ugye befelé, mint egy magunkba nyelni valamit, és a tudomány ott tart, hogy bebizonyította, és senkit nem akarok keseríteni, de van egy olyan, hogy kötődési minta. Ahogyan a legalapvetőbb kapcsolatunk édesanyánkkal alakult, annak olyan a mintája, hogy megbízhatom benne, az a pici baba azt tudta, hívja a mamát, akkor a mama jön, a mama táplál, a mama tisztába tesz, ott van, mindig jelen van. Ez az úgynevezett biztonságos kötődés modellje. Képzeljék el, ez nem egy ilyen, hogy érzés,
hanem idegrendszeri pályák alakulnak ki arra, hogy a kapcsolatokban mi a másik ember iránt egyszerűen tudunk kinyílva bizalmat érezni. Hogyha nem sikerül a kötődési alapminta, akkor hordozzuk magunkban azt a fajta bizonytalanságot, ami beimprintálódott, bevésődött a pici babába. Úgy visszük magunkat, hogy velünk együtt nő egy olyan fajta minta, hogy nem bízhatom meg a másikba. Hívom a mamát, nincsen. Hol van, hol nincsen. Ha van, nagyon szeret, vagy nem szeret. Lehet ilyen ambivalens minta, hogy néha haragszik, nem szeret, nagyon nem törődik velem, néha törődik, ugye. Az anyai törődésnek a mintája egyben nekünk lesz egy lelki kötődési minta. De hát hála Istennek, ahogyan van bizonytalan kötődési minta is, ami veszélyes lehet, ma már tudjuk azt is, hogy lehet ezt korrigálni. Jó, de azért csak fontos, hogy tudjam, hogy milyen az én kötődési mintám, ha történetesen valakivel összeszerelmesedünk, és nem bízom meg benne. Jó égnek se merek megbízni benne. Gyanakvó vagyok, hogy nem azért, nem akarok. Én nem akarok utána szaglászni. Nem, de azért mégis utána járok. Valahogy úgy érzem, hogy muszáj megtudni most, akkor van vagy nincs, megbízhatom benne, vagy sem. Nem tehet róla valaki, hogyha ilyen, hogy is mondjam, viszonyulásmódja van, mert a korai kötődési minta ereje túlságosan nagy, akkor ki kell tisztázni, hogy nekem az a bajom a párommal, hogy ha nem is ad rá okot, de azért vagyok féltékenykedő, mert én nekem van egy ilyen nem kedvező kapcsolati mintám. Tehát lehet biztonságos kötődés, ha az van, ez ma már vizsgálható. Ma már például a fiatal pár elmehet egy olyan kötődés vizsgálatra, hogy milyen a te mintád. Na most én mondjuk egy bizonytalan szorongó vagyok. Ha én egy szorongó kötődési mintát hoztam, mert mindig féltem, mikor kicsi voltam, itt a mama, nincs itt a mama, hol van a mama, jaj, akkor ki van, aki nekem. Van ilyen, hogy egy szorongó minta alakul ki, és akkor felnőtt korban félek kifejezni a szeretetemet. Félek azt mondani a másiknak, te, én szeretlek téged. Mert ha félek, mágia ül rá a szavaimra, ha kimondom, hogy szeretem, akkor biztonságba fogja magát érezni, gyerekben is hagy engem. Mert ha én már szeretem, akkor ő már biztosan nem is fog annyira szeretni engem. Na most ilyesfajta dolgok, amik felnőtt korban megesnek velünk a kapcsolatban, aztán nem tudjuk, hogy miért van ez így. Hát miért szorongok én? Miért nem bízom meg benne? Miért vagyok bizonytalan? És kiderül, hogy olyan mélyről, messziről egy idegrendszeri pálya elkezd működni, és akkor egyszer csak megjelenik bennem az a gondolat, hogy nem szabad, hogy kiszolgáltassam magam. Nem tudhatja meg, mennyire szeretem. El fog hagyni. És sokszor ilyenkor félelmébe az illető elhagyja a másikat, mert attól fél, hogy el fogják hagyni. Csak felvillantottam az első ível kapcsolatban introjekció. És minden jövendő anyukának, és pici baba anyukájának azt mondom, add oda magad édes táplálékul idézőjelbe a gyerekednek, mert az első életévben alakul ki a kötődési minta, nincs szeretetben elkényeztetés, felelősséget vállalok ezért, később lehet a babát elkényeztetni. Első életében ilyen nincsen, és az a bizonyíték az amerikai kutatásokban nagyon sok évre visszanyúló. Olyan tapasztalatok vannak, hogyha ezt megadjuk a babának, ezt a bizonyos a jelenlétet, a jelenlétnek, anyai jelenlétnek, ellenlétnek és szeretetnek a biztonságát, hogy hív a baba és szükségleteit kielégítjük, akkor ez egy nagyon biztos olyan érzés, hogy te úgy érzed magad, mint nő, hogy hát én vagyok ám valaki a világban, szeretnivaló vagyok, szeretetre méltó vagyok, és hogy úgyis majd jön az, aki felfedez engem, és nem bizonytalankodom. Nagyon nagy a szerepe ennek az életben. Na lépjünk egyet tovább, ugye a második í. Ez most csak azért hangsúlyozom ezt, mert ugye itt arról beszéltem már a bevezetőben, hogy jó, bár volna egy iskola, ahol megtanuljuk ezeket, de annyi mindenre van iskola, tanfolyam, és így tovább, adnak neked tanúsítványt, jogosítványt, hogy az autót már vezetheted felelősséggel, meg sok minden más. És a kapcsolatot tudod vezetni. Arra nincsen senkinek semmilyen jogosítványa. Kérdem én, miért nincs, amikor a boldogságunk múlik ilyenen. Na most a második
identifikáció, azonosulás. Na most, aki itt van, anyuka, apuka, mindenki tudja, hogy van ez. Freud még ugye mesélt erről nekünk, és ezt miért a kultúra abszolút közös kincsévé tette, Ödipusz. Ugye, hogy a lánygyerek az édesapjába szerelmes, és a fiúgyerek az édesanyjába mondja, én téged veszlek el feleségül. Ugye, mikor van ez? 3-5 éves korban. Na most, miről van szó a realitás szempontjából? Te is tudod, az én gyerekem is azt csinálta, a lányom belebújt a magas sarkú cipőmbe, aztán széttaposva ott ugrált benne. Miért? Mert ő olyan volt, mint a mama, azonosulás a mamával. Átvenni, az úgy csinálni, mint ő. Na de hogy úgy csinál, ez nem csak viselkedés, hanem szavak, kifejezések, és ebbe egy megrendítő dolgot mesélek el, amit nem vicc, hanem komoly. Egy édesanyja mesélte, hogy egy olyan 5 év körüli a kislánya, és a papa jött a munkából haza, hát persze ugrik be a nyakába a gyerek, és akkor hát puszi, meg ölelés, és mondja a gyerek a apukának, hogy papa, súgjál nekem valamit. Na most tehát, ugye tényleg nem tudta a papa, miről van szó, valamit motyogott, a kislány kiugrott az öléből, eljárt, és azt mondta, de én egész nap mostam, vasaltam, dolgoztam, ma szó se lehet róla. Na most, hát rám megrendítő hatása, de az anyukára is, mert rádöbbent arra, hogy a gyerek mindent, mint a kis szajkó eltanul. Hogy volna fogalma egy 5 éves kislánynak, hogy mit jelent ez? Mi mindnyájan tudjuk. Na most ugye ez például egy szülői viselkedés minta. Én olyan leszek, mint nő, amilyen az anyukám. Olyan leszek, ha ő házsártos, akkor úgy kell csinálni egy férfivel, hogy házsártosnak lenni. Akkor ez normális női viselkedés a gyerek szemében. Mert ő nem lát más, csak akit szeret, és akitől fél, ezeket utánozza nagyon. Az apa szigorát, és itt a féltől elleveszítse a szeretetet, engedelmes lesz, és olyan lesz. Ha olyan vagyok, mint a papa, akkor nagy baj nem lehet. Na most ugye az azonosulásban óriási az, amit építkezik a személyiség. Ezt azért mondom, hogy óriási, mert mindezek nem tudatosan mennek. Élünk, mint gyerek, bele a világba, de már hordozzuk magunkban a kötődés mintáját, hogy fogunk megbízhatóan, és örömteli módon kötődni, és hogy hűségesnek lenni, kapcsolódni a másikhoz. Már megtanulom azt, hogy mint nő, hogy viselkedjen. És a nagy problémát abban látom, tudják, hogy annyira önkéntelen és öntudatlan az egész. Annyira automatikusan megy ez, mert a program ott van a genetikai, pszichogenetikai fejlődésben, hogy akkor nem csak biológiailag vannak dolgok a szervezetben, amik megtörténnek, hanem pszichológiailag is események, amik mind genetikailag beízzásra vannak programba lépve, és akkor úgy kell elképzelni ezt, hogy alszanak a gének édesen, mint csipkerózsika, és akkor jön ugye egy külső hatás, Kulcsingernek nevezzük ezt a külső hatás, pont akkor, pont ebben a bizonyos 3-5 éves óvodáskorban, amikor egyszerre csak mi a Kulcsinger? Az azonos nemű szülő, meg a különböző másik szülő, mint minta, mint modell. Ha akarom, ha nem akarom, egy folyamat lezajlik. És ha nagyon kedvezőtlen ez a minta, akkor bizony esetleg elég sok mindent beültethetek olyat, aminek aztán iszom a levét később, és nem is tehetek róla. Na most jön egy olyan szakasz, a harmadik I, az identitás. Idens, identis, azonosság, önazonosság. Ki vagyok én? Hát 10 éven át gyürkőzik vele a fejlődő személyiség, hogy elhelyezze magát a világban, hogy azt el tudja mondani úgy, hogy azt érezze, hogy ki ő. Hát ennek vannak kilengései. Kamaszkor, korai kamaszkor vagyok, mint minden ember, fenség. Ugye Adinak ebben a néhány sorában éjszakfog, titok, idegenség. Szóval a felfújt nagy én, aminek még nincs annyira tartalma. És akkor szépen ugye ez megtelik a képességek révén, megtapasztalja az ember, mire képes, mire nem képes. Megtelik úgy tartalom, hogy tudom, hogy megbízhatom magamban, hogy ezt képes vagyok megcsinálni, azt nem. Így gondolom a világot, mi végre, merre tartok a világban. És történik valami, ami a kultúránkban most, ebben a kultúrában, amiben élünk, sajnos defektes. Nem sikerül. El van csúszva. Ez az volna, hogy nagyon fontos volna, hogy a genetikai program és a környezeti program
illeszkedjen, de elcsúszás van, és a genetikai izzásra nem tud a környezet megfelelő lépést tartani, és most a serdüléstől a felnőttkorig tartó átváltás, az identitás kiépítése, az azt jelenti, hogy tudok arra válaszolni, ha én eljutok oda, hogy tudok arra válaszolni, hogy mit akarok ebbe a világba? Milyen pályán akarok létezni, hogy munka, hivatás és itt a... És hogy akarok majd a párkapcsolatból családot alapítani? Aki erre a két kérdésre már úgy kiformálta a jövőképét, az egy érett személyiség. Vagyis az felnőtt. És felnőtt az, aki tud hűségesen kötődni, tehát képes arra, hogy kötődjön a másik, felelősséget vállalni a másikért, és hogyha képes arra, hogy önmagával azonosan, hogy egyszer az ember a szava, szoktuk mondani, hogy hitelesen, annak megfelelően, ahogyan mondja, úgy érez is, és helyt is áll ezeknek az, tehát amit elmond, abban megbízhat a másik. Tehát, hogy megbízni a másikban, és hogy bizalmat adni a másiknak, felelősséget vállalni, ezek olyan fajta felnőtti érett tulajdonságok, hogy őszintén szólva, aki most se tud így felelősséget vállalni, nem tud kötődni, elköteleződni, hogy azt mondani, én veled vállalom az életet, és megbízhatsz bennem, hogy veled vállalom az életet. Aki ezt nem tudja, az még nem érett személyiség, az valahol még sántikál. Nagyon szomorú ezt kimondani, találkozunk 60 éves ilyen éretlen személyiséggel is, aki még mindig nem tudja elvállalni, hogy neki a dolga az, hogyha egyszer egy párkapcsolatba bemegy, akkor ne csak a javát élvezze a párkapcsolatnak, hanem hogyha lehet, akkor teljesítsen is érte, adni is, nem csak kapni. Most ugye gyermekségünk és az ifjúságunknak egy fontos vonása, hogy szeretünk kapni, hogy legyen nekem jó, mert megérdemlem, meg még ez is legyen az enyém, nekem jár manapság már, csőstől halljuk ezt a kifejezést, nekem jár, nem jár semmi egyébként közlöm, mert az életnek örülhetünk, ezen felül semmi, amiért nem dolgoztunk meg, de ugye ehhez érettség kell, egy személyiség érettség, nem tudunk eljutni ide, mert ellenkultúrában élünk. Amit én mondok, az személyes hitem és pszichológiai tényezőkkel támasztom alá. Nem légből kapott egyéni véleményt mondok, hanem igazolom pszichológiailag. Tudnilik, a mi kultúránk eldologiasodott, materializálódott, borzasztó földhöz ragadt. Pénzed van, matéria. Ezen mérem, ha valaki az identitását, hogy ki vagy te a világba, nem azon méri, hogy én gyönyörű családom van hivatásom, és jól meg vagyok a világban. Nem ezt válaszolja, hanem azt mondja, hogy nem látod? Hát én kérlek szépen mindenem van. És elmondja, hogy milyen van. Hogy van ez a tulajdona, az a tulajdona, meg amaz, pénze van. Hát ha valaki ezen keresztül határozza meg magát, hogy ki a világban, akkor törékeny identitásról beszélünk, mert veszélybe van. Objektíve veszélyben. De ne higgyétek, hogy csak az, hogy elveszítheti, mert persze elveszítheti, mert ez matéria, a pénz, az anyag, az eltűhet, hanem azért, mert ezt egy filozófus, Jean-Paul Sartre mondta és bízta ránk, hogy ha te a pénzeden keresztül akarsz a világban érvényesülni, mert fogsz, minden megvásárolható, majdnem minden megvásárolható, egy nem. Hogyha pénzed van, nem fogod tudni, hogy a párod, aki hozzád kötődik, valóban csak téged, te érted, ha te egy koldus lennél, akkor is ugyanígy szeretne, akkor is így melletted lenne. Örökké bebújik a kételj bizonytalanságnak a méteje a fejbe. Nem én találtam ki. Vizsgálatok vannak erre vonatkozóan. Na most nehogy valaki azt mondja, beszél ez a pszichológus, savanyú a szőlő, lenne ennek is sok pénze, nem mondana ilyeneket, de nem így van. Mert sajnos úgy van, hogy nagyon fontos, hogy az ember életében az identitása, aki ő a világban, az két lábon legyen meghatározva, mint hogy így élünk a világban, így állunk a világban, a munka és a magánélet. És akkor a munkába hol töltöd életed hasznos idejének, rengeteg óráját, te mérdek sokat, akkor ez legyen olyan, ami neked veled kongruens, idens, azonos veled, a leginkább olyan, amit te szeretsz csinálni. És hogyha már választottál párt, akkor a magánéletedben gyarapodj. És itt van a gyarapodás, hogy
ha megkérdezem, mert ez a helyzet, most akkor föl lesz adva nektek az a kérdés. Felnőtt érett személyiségek vagytok, és azt mondjátok, meg tudjátok mondani, hogy mi az életetek értelme? Aki meg tudja mondani, kiérél, miérél, gratulálok. Az rendben van alapvetően az életével. Kiérélsz, miérélsz, akkor válaszoljál. Ha nem tudsz rá válaszolni, akkor vigyázz, még vannak hiányosságok a te életkedvedbe, közérzetedbe, nem teljesen jó az életbe való beágyazottságod. Na most azt mondjátok, hát párkapcsolat és párkapcsolati harmónia, hát nehezen jutunk el oda, hogy konkrétan arról beszéljünk, hogy a fiú és a lány. De az a nagy helyzet, hogy mivel érési folyamat vezet el oda, hogy valahogy mégiscsak már oda eljutsz, hogy nem csak a testet sóvárog, mert normál érett szexualitású és biológiájú férfi és nő vagy, nyilvánvaló, már az ösztönök is nagyon kinyílnak és sóvárognak, és nyilvánvaló, hogy keresik a párt. Na most ugye mi ebben a furcsa világban, ahol materializálódott minden már ilyen, tehát tulajdonképpen úgy bánunk a kapcsolatokkal, mint a tárgyakkal. Felhasználók, elhasználók, kihasználók és eldobók vagyunk. Miért? Bemész a vásárboltba valamit venni, valójában az az igazság, hogy egy érmézbe hármat veszel, szóval halmozunk, és az a jellegzetesség, hogy mi úgy fogyasztók vagyunk, a fogyasztókultúra jellegzetessége, nem javítunk, ha valami elromlik, már meg se javítjuk, veszünk újat, eldobjuk. Tehát tulajdonképpen nincsen a tárgyakkal kapcsolatban sincs egy megőrzési kultúránk, egy megtartási vagy javítási készségünk. Eldobjuk, nem kell. Na most mit csinálunk a párkapcsolatok? Összebútorozunk? Mit mond ez a kultúra ma? Na most bocsánat, összetoljuk az ágyainkat, az lesz az összebútorozás. Két ember összeadja magát, vagy hogy van ez? És hol van ennek a magasabb szintje, felelősségvállalás, érett felnőtti elköteleződés, hogy én vállallak téged Isten és ember előtt, és akkor én összeházasodom, vagy kiállok, hogy ha együtt élek is, de kiállok, hogy vállallak téged. Na most ugye mi van? Nem megy a kapcsolat túlságosan szexcentrikus, mert ugye ez hozta össze, a nagy ösztön vihar összeboronálta a kapcsolatot. Azt mondja Jürg Willi, egy svájci világhírű párterapeuta, több ezer pár hosszmetszeti tanulmányozása során jutott a következőre. Lányok, fiúk, nagyon nehéz, de vigyázzatok, a szexet késleltetni. Mert mi késleltetjük a szexet, addig nagyon tudunk beszélgetni és érdeklődni egymás iránt. Mikor már szex jön, akkor már az van. És akkor már nincs beszélgetés, meg nincs, elmegy a motiváció erről, és akkor elmulasztunk egy olyan kritikus időszakot, aminek az lenne a dolga, hogy ismerkedjünk meg egymással. És akkor nagyon könnyen, ha nekem nincs kötődésem olyan mély, hogy tudjam, hogy valójában azon túl, hogy nagyon összeillünk. Még mi az, ami minket összeköthet egy életre? Ha nem tudunk rájönni arra, hogy mi a te értékvilágod, mi neked érték, és akkor, ha nem tudom, hogy a másiknak a világban való értékekben milyen sorrend van, ha nem tudom, hogy ő honnan jött, nem tudom, hogy milyen fészekből mit hozott magával, akkor borzasztó csapda helyzet áll elő. Mert nincs idő a kitanulásra, megismerkedésre, belezuhanunk a kapcsolatba, úgy szólván a idézőjelbe vett ősökkel, szülőkkel nincs igazán ismerkedő kapcsolat, mert hát ugye hát nem mutatjuk be egymást, mert ki tudja, hogy kijövünk-e egymással, és így tovább. Na most olyan helyzetek állnak elő, ahol nincs mód igazán egymás mély megismerésére. Ebből rengeteg probléma adódik. Ha megengedik, de én már akkor be is léptem magába a kapcsolatba, hogy mondjuk nincs egy megismerkedési fázis, ahol valóban mi mindent tisztázunk. A megismerkedésnél eleve
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, és bárki bármit gondol, igazolni fogja, hogyha a tapasztalatait összegyűjti. Mi otthonról visszük magunkkal a saját családi életünknek a teljes szokásvilágát. Az normális, amit hozunk otthonról. És akkor a legelső, amiben nagyon könnyen beleakadunk, az illeszkedés fázisában, már az első évben hiába, szex ide-oda, biológia, vagy kémia, ahogy szokták mondani mostanság, akárhogy működik, az ezért bosszant, sok minden bosszant, hogy a másik máshogy csinálja. Ez például ugye a kisfeleség, vagy a kis társ, az, hát az nem annyira rendszerető, vagy mosogató, vagy takarító, vagy nem tudom, és minden szalad szana szét. Na, de az én anyám, hát az én anyám olyan volt, hogy ott nem volt mosatlan. Hát hogy, hát ez így nem megy. Vagy, és akkor már van egy olyan pont, nem tisztáztuk egymással. Mert ezt tisztázzuk, és időbe tudjuk, hogy tész, én nem szeretek így ennyire, nincs tisztaságmániám, nagyon szeretek beszélgetni. Tehát vacsora után, vagy ha együtt vagyunk, inkább üljünk le és beszélgessünk, mert nálunk ez így volt. A nálunk ez így volt, ez nagyon nagy hatalom. És hogy ezért most nem is folytatom azért, mert képzeljék el, hogy egy Olson nevű szerző és egy Gottman nevű, két világhírű ilyen pár és családkutató szabályosan segítő kérdések tömegét adja nekünk. Te elhatároztad, hogy valakivel így majd egy együttélést kezdesz? Akkor légy szíves, tisztázz egy csomó mindent. Mi mindent tisztázz? Szóval akkor mi most együtt fogunk élni? Te nem gondolsz még abba bele, hogy mikor együtt élsz a másikkal, a pillanatok is mi mindent hozhatnak, boríthatnak ki. Pici, kis, apró eltérések, nem illeszkedések, és úgy ülnek össze, hogy ebből lesznek aztán a konfliktusok, ebből lesznek olyanok, hogy nem kellene, hogy legyen. Azt mondja Gottman is, kidolgoztam olyan eljárást 30 ezer pár tanulmányozása alapján, hogy megmondom, ha a pár 5 percig beszélget nálam, megmondom, hogy hosszú lesz a kapcsolat, vagy sem. Hol tartanak ők? Egyáltalán hol? Milyenek hol tartanak? Miért? Mert miről van szó? Hogy egymás iránt érdeklődésünkben elmondatjuk, milyen volt, ha te visszagondolsz arra az sok-sok évre, mikor egyedül éltél, hogy volt, az mesélj magadról. És így beavatjuk egymást az előtörténetünkbe. Elmondjuk gyerekként, ekkor, akkor elővesszük az albumokat, megnézegetjük, elmesélünk. Van is ilyen fényképes egymást családjának bemutatása, mielőtt arra sor kerülne, hogy valódi igazi találkozás jöjjön létre. Na most ugye most, ha mosolyogtok is, vagy rám néztek, és azt mondjátok, hát ez azért valami údivatú valami, amiről ez a pszichológus beszél. Hát képzeljétek el csak, hogy az a baj, hogy ez egyáltalán nem údivatú, hanem ha ezt valaki komolyan veszi és végigcsinálja, annyira jó beágyaz a kapcsolatának, és olyan jól lép be egy olyan helyzetbe, ahol már azt lehet mondani, egymást kimosolyogjuk, és csak utalunk rá, hogy ja igen, hát példa. Egy házaspárnál volt olyan, ahol az volt a probléma, kérem figyeljenek, hogy milyen döbbenetes, hogy a férfi azon volt kiakadva, hogy a feleség nem volt hajlandó a tubusból rendesen föltekerni a fogpasztát, mikor kinyomta, hogy hiába kérte, hogy tekert föl. Mert hogy náluk otthon az volt, hogy így kellett. Ilyen csacskaságnak tűnő dolgok, de nem, mert van akinél ilyen apróságokon is apró bosszankodások. Hát nem azon törik el egy kapcsolat, hogy egy nagy valami negatív esemény, legalábbis az illeszkedési korszakban biztos, hogy nem. Apróságoknak az illeszkedése, de ilyen esetben, és most visszatérek oda, megtörténik ilyen esemény, és akkor az, aki bosszankodna különben, azt mondaná, hogy te, hát tudod, hogy nekem ez egy ilyen gyönge pontom, elmeséltem neked, hogy miért. Mert van egy történet, hogy engem hogy megpofosztak annak idején, jogtalanul, hogy én ezt nem csináltam. Megértés van. Mindjárt világossá válnak dolgok. Nem akarom hosszú lére engedni, mert miről van szó? Mielőtt megtörténik a közös életvállalása, megvannak pontosan, hogy na akkor most nézzük meg.
hogy akkor mi is a te történeted, a te családtörténeted, hol voltak nagy sérelmeid, hol voltak olyanok, amiket te fájdalommal cipelsz magadban, vagy egyáltalán magadról valamit. Jó, hát a férfi nehezebben beszél magáról, de azért csak elmondja például, hogy van az édesanyjával. Hogy van az édesapjával? És akkor nagyon figyelj, nőtársam, ha a te párod azt mondja, hogy az anyámmal találkozni se akarok, én nem vagyok jóba az anyámmal, vigyázzunk. A nőkkel való kapcsolat rendezetlen ennél a fiúnál. Nem azért, mert nem áradozik, hogy, vagy azt mondja, hát az én anyám az első az én életemben. Akkor szeretném kijelenteni, hogyha így gondolkodik a fiú, akkor most tisztázzuk és változtassunk ezen, mert ugyancsak Kotma mondta, nagyon nagy törvény, kedves férfi, ha te valakit vállalsz, akkor képzeld el, ha te hosszú békés kapcsolatot akarsz, ha nem értesz egyet a pároddal, akkor is mellé kell, hogy állj, tűzön vízen keresztül, mellé kell, hogy állj. Miért? Mert ő az, akivel te építed az életet. Az édesanyja csak titkos féltékenységében, mert ővé a fiú, a szeretett, szerelmes fiú, az én fiam, az én drága fiam, bocsánat, hogy ezt mondom, de mi én is, egy fiús anyák, ugye, hogy ki lesz az, aki, hát én szeretnék egy olyan nőt a fiam mellett, aki, na de bocsáss meg, engedd el az álmaidat, engedd el az akármit is, amit te vágysz, és ha bízd a fiú gyerekedre, ha befürdik, befürdik, majd ott leszel te mindig mellette, de nem szólsz bele. Na most ezt a legnehezebb ma úgy találom, az én, vagy a korombeli, vagy nálam fiatal, de ennek a korosztálynak a legnehezebb megtanulni, vagy már az ötveneseknek is. A legnehezebb, hogy a fiú gyerekük, ha önállósul és valakivel párkapcsolatot kezd, elfogadni azt, hogyha ő szereti, akkor örüljünk annak, de akkor tudja szeretni. Akkor abban álljunk védelmezőn mellé, hogy valóban jól tudja szeretni. Tehát hogy láthassuk, hogy a fiunk boldog. Na most ugye nagyon-nagyon nehéz az összes anyós konfliktus. Ugye az anyós viccek tömege arról szól, hogy megoldatlan az életünkben az anyós helyzet. Mert nincs meg az a kapcsolat, amit ki lehetne építeni. Vagy még az is, hogy csöndes elfogadással az anya a fiának átadva a terepet, a nőre bízza, a fia által választott nőre bízza, hogy az élet úgy menjen tovább, ahogy képes tovább menni. Ha mégis bukdácsol vagy megbukik, majd akkor jelentkezd, de ne szólj bele. Tudjátok, hogy milyen, hát most azért is szeretnék erre hangsúlyt helyezni, mert olyan nagymamákkal találkoztam, akik siratják, hogy az unokájukhoz nem engedi oda a menye őket, hogy nem tudnak hozzáférni, hogy mindennel ellátnák, körülvennék, szeretgetnék, segítenének, és ebben a nagyon nyomasztóan nehéz helyzetben annyira rászorul az az anyuka a segítségre, óriási volna, hogy jöjjön a segítség, de nem lehet. Miért nem lehet? Hát azért, mert az anyuka úgy gondolja, tehát a fiúnak az édesanyja úgy gondolja, hát egyébként fordítva is így szokott lenni, de az egy egyszerűbb helyzet, hogyha a lány egyszerűbb, mert ott könnyebben odaengedik a nőhöz az anyukáját, meg valahogy ott nincs akkora gáz, de ezekben az esetekben nagyon-nagyon gyakran van, hogy akkor elmondja az anyuka, hogy hát én felneveltem már a gyerekem, én már tudom. Te nekem nem mondd, hogy ezt. Miért csinálod ezt? Ezt nem így kell csinálni. Mit passzírozgatsz? Ne félj, megrágja, lenyeli. Az anya máshogy akarja. Ki a gyermek? Az anyáé. Ez ugyanúgy törvény. És akkor ugye Gottman elénk állít ilyen törvényeket. Hogy sajnos nem veszed be, ha akkor konfliktusok tömegébe fogod az életedet belevinni. Sajnos, tudomásul kell venni. Tiszteletre méltó, hogy fölnevelted a gyerekedet úgy, ahogy tudtad, az a te dolgod. Most az anyáé az elsőség, és az anya, amit akar, akkor is, hogyha te sírsz azon, hogy mit csinál, borzasztó, mi lesz a következménye, ne félj, mert muszáj elengedni a fiadat, muszáj elengedni a helyzetet. Miért? Mert csak akkor nyered meg az unokádat, mert akkor, ha te ilyen néma, és egyben szeretetteli segítőként odaállsz,
akkor te vagy a legjobb anyós. És ha én nem tapasztaltam volna ezt már meg, hogy kialakítottunk ilyen helyzeteket, és nagyon-nagyon jó kapcsolat született belőle, hogy rendeződnek dolgok. Mert ugye azt mondja az a nő, aki igen, rászorulok arra, hogy segítséget kapjak, de jön ez az áldott anyósom, hidd el nekem, te nem szól két szót, hogy mit csináljak? Megcsinálja, és akkor, mikor mondom neki, de ne így csináld már, mutasd meg, hogy jó, megcsinálom, fő, hogy tudjak segíteni neked. És fantasztikus, csodálatos helyzetek adódnak. Ja, csak el kell engedni azt az öntudatot, önérzetet, hogy te tudod, hogy kell ezt csinálni. De lehet, hogy tudtad, felejtsd el. Most itt más helyzet van, mert megnyered az unokád, de még nincs is gyerek. Akkor is már megnyered a helyzetet, hogyha te mindig így, tied az elsőség. Van egy döntési helyzet, akkor te nem esik le a gyűrű az ujjadról, a gőgöt engedd el, add át a terepet a nőjé. Most már övé az első számú helyzet, és a férje, tehát a te fiad, ő hozzáigazodik, akkor ő nagyon tudja a törvényt, hogy mindig igazat ad a férfi a feleségnek az anyjával szemben. Akkor is, hogyha tudván tudja, hogy ez nem így van. Mert az életnek a jövőjét épp kell építeni. Kell együtt építeniük. Tehát ott tartunk, és visszatérnék oda, hogy nem csak a három ível viszünk egy csomó már kész dolgot, ami belemegy a kapcsolatba, aztán nagyon befolyásolja, hanem ha nem készülünk föl rá. És hát akkor tessék, ott van, magyarul is megjelentek könyvek. A gyűrűk úra, nem gyűrűk ura, gyűrűk úra. Például ez egy nagyon jó kis könyv Mihalesz Gábornak, egy adventista lelkésznek, aki Gottmannak, ennek a világhírű emberkutatónak a munkatársa volt. Ő leírta, hozta ezeket a pontba foglalva, hogy beszéljétek meg, üljetek le, mikor még tervezgetitek az életet. És olyan fontos dolgokról van szó, hogy ugye egy kapcsolatban vagy te, a saját éneddel. Van a partnered a saját énjével. Na akkor csináljátok meg, legyetek szívesek azt a kis rajzocskát, megcsinálhatod te is, most is otthon a pároddal megcsinálhatod. Hogy rajzold meg, hogyha a két ént összecsúsztatjuk, mennyi a közös, az ma mi? Tudjátok, ez az átfedő rész, az a mi. Hogy mit rajzol le a partner, mekkora a mi, és mekkora nagy én marad ezen kívül, mert ez a te egykori és önálló éned, és ez pedig az a mi, ahová beleadtad magad. Mert a kapcsolatban a mi az a hatalmas nagy erő, az már nem azonos te veled, mert neked van egy kapcsolati személyiséged, mennyit adsz magadból bele a kapcsolatba. Mennyit adsz bele? Mi fog a rajzból kijönni, hogy vajon te úgy csinálod-e meg a rajzot, hogy annyira átfedi a kettő egymást, hogy már nem marad a sajátodból semmi. No vigyázz, mert hogyha ennyire nem hagyod, hogy a saját éned, a sajátod, hogy fogtok majd úgy tervezni, hogy azért te is vagy valaki, és leszel is? Hát hogy építs te is azt, ami neked fontos személyesen, hogy szeretnél egy diplomát, vagy nem tudom, most nem tudok mit kitalálni, de valamit szeretnél kezdeni te, a te életeddel. Mert ha ez nincsen így kimódolva, hogy mik egy kicsit is a tervek, hogy mi a közös. A közös a mi, majd megnézed. Mert lehetséges, hogy ugye én a nő, így nagyon összecsúsztatom, szóval én beleadom magam. Én a minek adok mindent. Én nem is hagyok egy kis én. Hát a párod nem ezt fogja rajzolni. A párod azt fogja rajzolni, hogy hát tulajdonképpen az ő részéről az a kis közös, az ő nem akar annyira nagyon részt venni ebbe a mibe, hanem ő saját magát akarja építeni, és akkor ugye ami kimarad, az a rész, az tulajdonképpen megy a két kör, az egyik én és a te. Ugye világos, amit elmondok. Na szóval, mi az igazán nagyon jó alaphelyzet? Amikor a mit építjük úgy, hogy hagyunk az énnek területet. Mert az ember a miben már egy más minőségében van jelen, a minek hatalmas ereje van, és ha a mi elég teherbíró és erős, mitől függ az, hogy van-e mi már? Hogy van-e közös terved? Van-e a másikkal olyan, mint együtt álmodtok?
Ezért olyan van, amit tisztázni kell, bocsánat, hogy ilyen, majdnem erőszakosan mondom, képzeld, azt is tisztázni kell. Akarunk családot, vagy nem akarunk? Akarunk gyereket, vagy nem akarunk? Mikor akarunk gyereket? Egyre inkább látjuk, hogy van egy időablak, mondtam a genetikát, hogy nincs mese, Kulcsinger jön, ébreszti az alvó csipkerózsikát, elkezd virágzani a képesség, aztán elalszik. Nincs tovább. Nem kapta meg a Kulcsingerét, elalszik, nem lesz belőle már csoda. Már nem lesz. Na most a női ciklus és a jelenlegi kultúrának a követelményei a családalapításra teljesen össze nem illők. Mert a nő a férfi értékekkel van mérve, ezért be vagy téve te is kötelezően a munkavállalási rendszerbe. Mi következik, hogy a te éned ebbe a bizonyos, tudod, a két kör, hát eléggé vaskosan megmarad, de te saját éned, ahol magad kell, hogy építsd. Az, hogy közös én, a mi, a terv, hogy mikor fogunk babát fogadni. Vigyázz, az időablak azt jelenti, hogy te, mint nő, a biológiailag, genetikailag vagy beszorítva, vagy 30-ig, ha igazán felhőtlenül akarsz, hogy minden menjen a maga természetes és boldogságos útján, akkor csináld már a dolgot úgy, hogy egyezzetek meg, hogy 30-ig, ha lehet. Mert már 30 fölött, most fog a Baba Vágyó című könyv megjelenni, már itt beharangozom. Ezt a lányom írja, aki ezerrel ebben a témában, nagyon 5 gyerekkel, meg minden, szóval ő nagyon benne van ebben a témában. És hát például az időablakkal kapcsolatban a legfrissebb kutatási eredményekkel állt elő, pontosan meg tudja mondani, hogy a te biológiád, a biológia egységes, evolúciós, be van programozva, hogy mikor vagy fénykorodban, mint nő, és biztosan nagyon stimmel minden, és mikortól kezdve elkezd kínlódni a szervezet, és esetleg már mahinációk kellenek, amitől annyi kapcsolat hull szét, amikor már mesterséges mindenfélékre van szükség, amitől mindenkit óvok. Tehát akkor újra mondom, például azt most muszáj a párnak, amikor közös életet kezd, eldönte, akarunk gyereket? De figyelj, ha már egy pár együttélésre vállalkozik, és akkor már ebben döntést kell hozni, az mégiscsak olyas valami, hogy azt mondja, szeretnék veled egy életet leélni. Na de hát ma a házasságok száma, na most már Magyarországon egy picit azért javult a helyzet, de lényegében nagyon alacsony, és már a gyerekeinknek a 18,5%-a már olyan kapcsolatból született az elmúlt években, ahol nem nincsen házasság. Tehát tulajdonképpen ugye az együttélésből, de hát egymás, hát nem tudom, milyen nevet választotok az ilyen kapcsolatra, mert elég sok van. Együtt élnek, és ez az együttélés, ez házassági szintű vállalásnak imponál, csak éppen nincsen rajta az a fajta hát, hivatalosítottság, amivel te meg ő vállalnátok a világ előtt, hogy ezt ebbe a kapcsolatban házas felek vagytok. Na most ugye ebben a bizonyos Gottman-féle, meg ebben a nagy tudós rendszer által üzentekben benne van az, hogy meg kell, mikor leültök megbeszélni, hogy képzelitek a mit, mert a mi a jövő, hogy mi ketten együtt mit akarunk az élettől. Ha úgy gondoljuk, hogy mi, hát közel 30, most már végre diplomáztál, már végre ott vagytok, végre már van ez is, az is, hogy majd akkor 35 éves korban, most úgyis később szülnek, a nőpötök, ha 35 év körül szülsz, most mondom, hogy ezt ne tedd. Ha tényleg komolyan akarsz gyereket, majd fontold meg, hogy előbb, mert nem tudod, hogy milyen tortúrának veted alá magad. Te nem tehetsz róla. És képzeljétek el, bebizonyosodott, hogy úgynevezett pszichogén meddőség nincs mesehabbal. Pszichogén meddőség nincsen, hanem mi van? Van olyan, ami persze lehet, hogy fiatalabb korban, amikor még tüzel minden a szervezetedben, ott lehet, hogy van pszichológiai akadály, de 30 fölött pszichogén meddőségről már például nem is beszélünk. Van pszichológiai hozzájárulás. Olyannyira, erről többet most nem fogok mondani nektek, de nagyon sokat tudunk most már erről, hogy például mikor te vágysz gyerekre, nehezebben jön össze, akkor 70%-os a pszichológiai rásegítés, hogy befusson az áldás. De csak akkor követhető, amit mondok. Tehát nincsen eleve pszichológiai okból való meddőség,
mikor nehezítettség van, akkor már biológiai ne. Valamilyen szintű, és most már a tudomány igen mélyre jut abban, hogy meg tudja állapítani, hogy hol vannak a differenciák. De hogyha ilyen körülmények között te az áldást megkapod, hogy sikerül, akkor 70%-ban emeli meg a siker valószínűségét, ha pszichológiai támogatást kapsz. Itt most pontot teszek, valószínűleg itt összesíthetem, amit eddig mondtam. Meg kell egyezni, ha te együtt élsz valakivel, együttélést vállalsz, szervezel, hogy mit akartok egymástól. Akartok-e együtt, az a mi, és mit akar ez a két ember együtt a jövőre nézve? És ennek a legdöntőbb pontja, akarsz-e gyereket, vagy nem akarsz? Egyet, kettőt, mikor akarsz, mikor óhajtasz szülni, mi együtt, mikor hozzuk létre a gyermeket az életünkben? Na most, ha mindebb ilyenekben megegyezünk, együtt fogunk élni. Képzétek el, Gottman egész szinte megmosolyogtató szintekig tanít minket arra, hogy a apróságok bosszantják és viszik szét a kapcsolatot, hogy például, jó, együtt élünk, mostantól mi lesz az én dolgom, mi lesz a te dolgod, és mi az, ami közös? Hogy kezeljük a pénzt? Te kezeled, én kezelem, együtt kezeljük. Ha együtt, akkor hogy csináljuk? Megegyezések mindenben. Hosszú lista van, hogy miben. Mikor fogjuk a jó édesanyádat meglátogatni például vasárnaponként? Bocsánat, hogy ilyen hangsúllyal mondtam. Nem mindenki lelkesedik, hogy az ősökhöz kell menni ebédre. Tudjátok, milyen sztoriaim vannak? Döbbenetes. Hogy jön a fiatal pár, hogy szörnyű, hogy mondjuk meg a anyukának, hogy vasárnap együtt akarunk lenni abba a morzsányi időben, ami a miénk, el kell menni ebédelni, ott kell lenni. És akkor ugye hát javasolom, hogy hát ezt ki kellene nyitni, ezt a dolgot, és megbeszélni anyukával, és megmondani, hogy nézd, megjegyezzünk meg, hogy hónapban egyszer eljövünk, de nem jövünk minden vasárnap. Mire megtörténik a megbeszélés, mire az anyuka sóhajt egyet? Hála Istennek! Hát én nekem akkora teher volt, de azért már úgy szeretlek benneteket, és azt gondoltam, ne főzzetek már otthon, ne kínlódjatok, györtök a készre aztán. És kiderül, hogy nem egyiknek se volt jó. Tehát ugye érdemes dolgokat ilyen módon tisztázni. Mi lesz a baráti körrel? Az én barátaim lesznek a te barátaid? Vagy a tied, az enyém, vagy ki lesz az, akit beválasztunk a baráti társaságba? Mikor lesz a mi időnk, a mi napunk, például, hogy a mi óránk, vagy a mi esténk? Mert az törvény, ezt is Gottman üzeni. Ha neked nincs a párod, akárhány éve élsz együtt, ezek, amiket mondok egyébként, mindazoknak is nagyon hasznos, akik már lehet, hogy 20 éve élnek együtt, már lehet, hogy eléggé döcög a kapcsolat, vagy már le is fulladt egy párszor. Nagyon érdemes ezekre figyelni. Volt megegyezésetek? Megbeszéltétek? Vagy belementél ilyen csőbe, amiben mi nők úgy besétálunk, mint a csapdába? Na, összekerülünk. Jaj, de jó együtt. Hát kedvébe járok. Viszem reggel a kávét. Ugye ő meg is puszi, és adom neki a kávét, adom 10-szer, 20-szor, egyszer már adhatná, ő is gondolom én, de nem adja, hanem egyszer nem volt kedvem, nem csináltam. Azt mondja, és a kávé? De így, és a kávé, értitek ennek a tanulságát, hogy mi milyen lépre megyünk? Mi hozzászoktatjuk a nagy szerelembe, hogy ő, mindent odadunk és gondoskodunk. Igen, csak egyre nem figyelünk, hogy az nem úgy van, hogy mindig csak adni. Egy szülő csinálja azt, hogy mindig ad, a gyerek megkövet, adjál. Mikor már felnőttek vagyunk, akkor úgy van, hogy én adok, de én, tehát én, aki már felnőtt vagyok, hajdan kaptam, most adok, most én is visszaadok. Tehát tulajdonképpen arra szoktatni a párunkat, megkérdezni, hogy na jól van, hát én akkor mindig egy kicsit abban gondolkodni, hogy mire van nekem szükségem, mit szeretnék, akkor én azt adom a másiknak. Megelőzni az illetőt abban, hogy nem elvárni, hogy ugye nem gondolatolvasó, el is mondja nekünk, honnan tudjam, hogy neked erre szükséged van, nem mondjuk el, nem merünk nyíltan beszélni, de ha nem szokjuk meg, hogy beszélgetünk, akkor nem is fogjuk tudni elmondani. És az a nagy baj, tudjátok, hogy a fiaink, a fiúkat, a férfiakat nagyon nehéz becsalogatni a beszélgetősdibe, mert nem szeretnek beszélgetni, bal agyfélteke dominánsak. Az azt jelenti, hogy ugye mint a széke, öreg székely, hogy ugye az 50 éves házasság évfordul reklamál az anyuka, hogy hát miért nem mondtad nekem soha, hogy szeretsz.
Egyszer mondtam, mondja az öreg úr is, teljesen meg van nyugodva, hogy ez így van rendjén. Na most ugye azt nézzék meg a világon, hogy mi a férfi szükséglete, és mi a nőé. Mi jobb agyfélteke domináns érzelmi, agyi, működésű, gondolkodású lények vagyunk. Nekünk nagyon fontos, hogy adj nekem szeretetet és biztonságot. De mondjad már, hogy szeretsz, hát mondjad, hogy imádjuk azokat a verseket, amikben el van mondva, hogy szeretlek, mint anyját a gyermek, stb. Stb. Igen, nekünk kell ez, hogy érezzük, igen, mondja csak. Jól van, de ha te szeretnéd ezt, akkor légy szíves, te légy az. Carl Gustav Jung, pszichológus mondta azt, magad ad először azt, amit szeretnél elérni, azonban utána nyilvánvaló, hogyha a másik csak elfogadja, mint a bébi, mint anyukájától hajdan, hogy csak kapott, és azt gondolja, hogy nincs viszonzás, akkor azért sugd meg neki bizonyos pillanatokban, hogy én úgy is tudom, hogy te, és akkor azt kell mondani, hogy milyen hős a te párod. Ezek, ahol járunk, ezek már úgynevezett kapcsolatdinamikai titkok vagy szabályok, amiket tudnunk kell. Ha te azt mondod a párodnak, hát ez mégiscsak lehetetlen, hogy te ez se, meg az se, meg amaz se. Hát nagyot hibáztál. Nem csinálunk semmi szemrehányást. Szeretnél valamit megkapni? Hát akkor mondjad csak azt, hogy hát én tudom, nézd, én azért mentem hozzád. Hát én tudom, hogy te vagy az, aki ezt meg tudja adni nekem. Jó, hogy most nagyon strapás az életed, most nem annyira, de csak te, és csak te. És csak te tudod ezt megadni nekem. Vagy ugye, ami, bocsánat, hogy így árulkodom, de a saját kapcsolatomban, a férjem ilyeneket nagyon nem szeretett, hogy villanykörte, hogy cseréld már ki, mász fel a létre, hogy vidd el a kocsit a szervizbe, de csomó olyan, amit én úgy nagyon szerettem volna, hogy megcsináljon. Én mindig ezzel, én is tanultam ezt a trükköt, nem a szüleim tanították, állítom nektek. Azt mondja a pszichológia, te dicsérd meg azt, amit még meg se csinált, hogy csak ő. Hogy, és akkor ugye azt mondom, hogy te, én nem merek oda fölmenni a létrára, de én tudom, hogy te pillanat alatt ott vagy, és megcsinálod. És megcsinálja. Mert ha én neki azt mondom, hogy ő a hős, aki csak meg tudja csinálni, megcsinálja. Képzeljétek el, megcsinálja. Vagy hogy, de ugye ezek nagyon fontos dolgok, hogy ne cikizz, ne kritizálj, ne bánts. Mert ezzel már vége a dalnak, azt tudom mondani. Hanem ha okos vagy, bármi probléma van, mondd azt, hogy most adódott egy kis probléma, de én tudom, hogy ezt mi ketten meg tudjuk beszélni. Pláne biztos vagyok benne, hogy te kitalálsz erre valamit. Mert én bizony már nem tudom, hogy mit csináljunk, de az biztos, hogy te tudsz rá valamit olyat. És képzeld, fogja tudni. De csak azért, mert te azt mondod, hogy te vagy egyedül az. És azt mindig nagyon jó hangsúlyozni, hogy na például van egy vitahelyzet, konkrét vitahelyzet. És akkor ugye te szeretnéd nagyon megmondani, hogy szerinted mi az igazság. Ismertek ilyen helyzeteket? Mikor az egyik is az, hogy igazam van, másik is az, hogy nekem van igazam. Tudjátok erre én mit mondok? Egyik őtöknek se, meg mind a kettőtöknek is igaza van. Miért? Mert ugye, ha én mondjuk, itt egy nagy fehér elefánt, ugye, te ismeritek a klasszikus történetet. A tudósokat körbe rakták, és azt mondták, hogy írd le a nagy fehér elefánt legjellemzőbb tulajdonságait. Mindenki azt írta le, ahol volt a farkánál, az arra helyezett hangsúlyt, az ormányánál, arra helyezett hangsúlyt, leírta, hogy ez az adott jószágnak a legjellemzőbb vonása. Ha én a saját életem tapasztalataival egy helyzettel kapcsolatban itt állok, így látom, ez az én látószögem, azt mondjuk beállítódás. Szemlélet, beállítódás, vélemény. És én nem tudok más szemmel nézni, más aggyal gondolkodni, csak a sajátommal. Ebből az optikából így van a dolog. De az én párom, az itt van. És nem tud úgy látni, mint én, ebből következik, hogy tamtamozik, de az övé az igazság. Szubjektív érvényességek vannak. A világ jelentés. Nincs egyféle igazság jelentés egy helyzetre vonatkozóan, viszont van különböző. Mit csináljunk, mikor abszolút a te véleményed, meg az enyém itt van, ég és föld távolságban van. Jól van.
ha mi eléggé elfogadjuk a pszichológia üzenetét, akkor ilyen pillanatokban megállunk, és azt mondjuk, hogy akkor most tudjuk, hogy mi a következmény. Te mást gondolsz, én más gondolok, ez minket szétvisz. De hát most tényleg szeretnénk békében élni, vagy nem? Ha szeretnénk a helyzetet kezelni, megoldani a konfliktust, nem tudod. Mert a konfliktus természete, hogy túl lehet élni, meg lehet dolgozni, lehet vele foglalkozni, kezelni lehet, de megoldani nem lehet. Mert nem lehet az agyatokat kicserélni, hogy ő úgy lásson, mint te. Az volna az igazi valójában, és például a nagy békítéseknél a pszichológusok is azt csinálják, bajod van valakivel, és akkor dramatizálják, megjelenítik a helyzetet. Na hát akkor most te vagy itt, és elmondod, hogy látod a helyzetet, majd pedig átviszem a széket a másik oldalra, és beültetem azt a partnert, tessék csak ülj be, most te vagy ő. Ő a másik fél. Vagyis mikor kényszerítem, hogy ő lépjen be a másik bőrébe, agyába, empatizáljon, legyen együtt érző, hogy ő hogy látja. Na most ezt a mindennapi életben nem tudjuk megcsinálni, hogy akkor azt legfeljebb kérem, hogy próbáld az én szemszögemből is látni. De az indulat hevében ez nem szokott menni, ezért mi a békítésnek a módja, ha tényleg akarjuk? Ez a te álláspontod, ez az enyém. Akkor most arra kérlek, mondd, hogy az abból, amit én mondok, mennyi az a picike, ami elfogadható neked? Van benne egy kicsike valami? Nem az egész, értem, hogy te máshogy látod a világot. Nem is akarlak befolyásolni. Tudom, hogy ez nehéz neked. Nekem is, de az enyémből mennyit fogadsz el? És én is akkor most megkísérlem, hogy amit te mondasz, abból mennyit tudok elfogadni. Na most ez mediációnak tulajdonképpen ugye vannak mediátorok már Magyarországon, akik ezt hivatásosan is csinálják, hogy nagy súlyos konfliktus gyerekelhelyezési szélsőséges indulatok viharában, mert a közelítés mennyi az, amit el tudsz abból fogadni, hogy én így látom, ezt tenném, és mennyi az, amit, és így szép lassan eljutni egy pontig, hogy itt tartunk, közelebb nem tudunk kerülni, de egybe megállapodunk, hogy mi szeretjük egymást, vagy mi együtt akarunk élni. Tehát akkor tovább lépünk. És van olyan, én láttam olyat, amikor az lett a nagy békés megegyezés vége, hogy mi ebben a dologban annyira különbözünk, hogy mi nem tudunk közös pontokat találni, viszont az az egyetlen közös pont, hogy tovább akarunk élni együtt. Tehát, hogy erőfeszítünk, hogy éljünk együtt tovább. Nos, ugye ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, amik előállnak, mert az embernek újra a körökre hivatkozom. A mi abban muszáj, hogy a jövőt megtervezzük közösen. De ott marad a nagy királyi én, amelyik azt mondja, hogy mit hát te akarod rám erőltetni az akaratodat, vagy a véleményedet, és az én fölfújódik. És lesz egy nagy gőgös luftballon én. És akkor az csak akkor elégül ki, hogyha a másik azt mondja, szolgálj, jó van, akkor neked igazad van. Mert a kapcsolatokban, és most erről a szakaszról szeretnék beszélni, mikor már tegyük föl, hogy már olyan kiművelt vagy, hogy már tudod azt a 30 kérdést, amit a párkapcsolat előtt végig kell dolgozni a pároddal, hogy merjél összeköltözni vele és együtt élni. És most már nagyon-nagyon ki vagy művelve, és már megy a kapcsolat, és a kapcsolatban magában mik azok, amik például biztos, hogy nagyon bomba, biztos nagyon jó pozitív dolgok, amikre számíthatsz, hogy nagyon sok tapasztalat van mögötte, és kutatási eredmények ugye sok ezer embernél, azért nagy számok törvénye számít. És akkor aki itt ül, tartsa már fel a kezét, hogy ki ismeri a Chapman 5 szeretet nyelvet. Ki ismeri? Hála Isten! Azért mi nem állunk rosszul, magyarok. Olvasó, kultúrált, nagyon jó színvonalú emberek vagyunk. Szóval ugye Chapman hozza azokat a tételeket, hogy mi az például, amit nagyon fontos tudni betartani. Hát akkor azt mondom, mennyire vagy a kapcsolatban érintgetős, ölelős, puszilós, simogatós, mennyire vagy? Mert a mi kultúránk egy olyan fapados kultúra, leszokunk arról,
hogy bocsánat, a szeretet kifejezésnek az ölelés, a puszi, a csók, mert hogy persze mondhatod szavakban is, de a legbiztosabb, hogyha oda teszed a kezed és megsimogatod. Miért? A haptonómiának, az érintéstudománynak ismeritek azt az üzenetét, hogy még azt a parányi, láthatatlan, kicsi érintést is az idegrendszer pozitív, életerő, serkentő hormonok termelésével válaszolja meg, úgymond vitalitás generátorok, amit te nem érzel a tudatosodásig nem jut föl, úgy van, hogy az érzésekben a talamus, az érzelmi agyban van egy reliállomás, egy átkapcsoló állomás. Ott már az érzékeid, a tested már tud róla, hogy megérintettek téged, de még nem jutott el a tudatig. Ez a úgy mondjuk szubkortikális, a tudat előttes vagy tudattalan érintés, de megtörtént. Erre is beindul a szervezet pozitív válasza. Hát kérlek, hát hogyha nincsenek már szavaitok egymással, egymásra, akkor Chapmannek a szeretett nyelv üzenetét fogadjuk már, hogy akkor már nem szólunk. Már csak megöleljük egymást, már csak megsimogatjuk egymást. Nem kellenek sokszor más szavak, de ne felejtsd el megölelni azt, akit szeretsz. Mert ezzel elindítod a szervezetében biológiailag is oxitocin, endorfin, női nemi hormon, szerotonin, dopamin, mind olyanok, kedélyjavító, az indítékokat fokozó, életkedvet fokozó, fájdalomcsillapító, az endomorfin, endorfin. Ugye az két dolgot tud, kedélyjavító és fájdalomcsillapító. Szóval egészen átmossa az emberi szervezetet az, hogy kap egy ölelést. Tehát szokjunk rá, és ha olyan a te szokásrendszered, hogy nem ölelgetem, nem csinálom én ezt, bocsánat, annyira vesztesre csinálod a saját életedet. Mert hogy értsd már meg, hogy már azt tudjuk, hogy biológiailag is mit jelent. Olyan immunstimuláció történik az ölelésre, képzeld már el. Na most én tisztelt nőtársaim, hozzátok fordulok megértésért, hogy könyörgök, ha bárhogy is vagy, hát a testi érintések olyan immunstimulációt csinálnak mindkét félnél, hogy azért, ha másért nem szánt oda a kedvedet néha azért, hogy immunstimuláljatok. És akkor, mert hogy ez következik akkor, hogyha odaadod magad ebbe a helyzetbe. Na most ezekre jól ki van ez fundálva, hogy micsoda fantasztikus hatása van a testi ölelésnek, simogatásnak, és tehát nem beszélve arról, hogy azért legyünk őszinték, valahogy mégiscsak úgy hoz össze intim pillanatokat az élet, hogyha mégiscsak egymáshoz nyúlunk, nem ha egymásnak hátat fordítunk, valahogy érdekesen így van ez. Na ennyit erről, úgy is tudjuk mindnyájan. Na most mit mond még Chapman, mik azok, amik nagyon biztosak? Apró figyelmességek. Na de, ami kávé esetet elmondtam nektek, hát ez rendjén volna, akkor, hogyha mi ebben a szerelmetes és egymásra nagyon-nagyon ható időszakban azt mondjuk, tudod mit, úgy szeretném, az nekem akkora boldogság, hogyha te hozol kávét nekem. Én hozok egyik nap, te hozol másik nap, akkor nem ragad rajtad, hogy a végén az a parancs, hogy amit te jó szívűen felajánlottál, az kötelességé válik. Nagyon sok ragad rajtunk kötelességként a végén, amit aztán már nem tudunk hova tenni. Mert ugye azt mondja a párunk, miért hát te ezt? Én nem kértem ezt, hát te magadtól csináltad, de hát ha csináltad, akkor csináljad. Na, szóval ugye kölcsönösség, apró figyelmességek. És az, hogy figyeljünk egymásra. Hát tudjátok, milyen érdekes dolog ez. Mikor volt szemkontaktusod, egymásra figyelés? Hát az mit is jelent? Hogy én nem csak, mondjuk hazajön a gyerek az iskolából, mi volt az iskolában? Ha te nem állsz meg, és nem ülsz le vele, és nem eteted meg, vagy nem mondod azt, hogy na most akkor, hát ha valamit mondasz nekem, mi volt a suliba. Nem fog semmit, azt mondja, semmi se történt. Te kéred a párodat, hogy kicsit mondja már el, hogy mi történt vele. Ugye a balagyfélteke dominancia az egy olyan fajta attitűdöt jelent a világban, amit a férfi nagyon jól képvisel, nem mondom el. Füstölök saját magában. Ugye ez az agyalás, ez nagyon veszedelmes, mert eközben dúlnak a stresszhormonok benne, mert nincsen csatorna. Hát ugye nem ventilál, hol eresse ki a feszültségeket? Fű saját keserű levében.
De nem, tudod, te is tudod, de még ráadásul már ő is tudja, hogyha csak kinyitná a száját, és csak annyit mondana, hogy majd később, vagy valamit, akkor már segítene. De nem, hanem magába zárja. Tehát mit kell csinálni? Nem beszélünk. Csak leülsz, és enni adsz neki. És akkor szépen eszik, te ott ülsz, nem firtatsz te semmit. Ha te odaadod ezt a kicsi pár percet az életedből, megeteted, lenyugszik, egy éhes férfi nagyon feszült. De hát fogadjuk el, arra van ősember, az emberiség őskorától, hogy hozza a mamutot, mi meg megfőzzük. Szóval valahogy ez ugye nagyon mélyen programozott, hogy negeteted. És hát most bocsánat, hogy elárulok egy olyan dolgot, szegény nagyanyám nyugodjon békében, nagyon okos asszony volt. Mikor én férjhez mentem, azt mondta nekem, ennyit mondott, egyet rád bízok, etesd a bestiát. Ez volt az én nagyanyai üzenetem. Ebbe benne volt minden. Jól lakatni, jól tartani, és akkor nincs túlságosan sok olyan, amit aztán el ne mondana később. Ha eszik, majd szép lassan megtalálja a szavait, elmond dolgokat. És te tudod, hogy mit csinálsz ezzel, hogy beszélteted? A szíve épségét védelmezed. Mert a szívkoszorú ereknek a legnagyobb ellensége a visszatartott, visszafojtott, el nem mondott düh. Hát akkor csak védjük a szívét a férfiainknak, nagy szükségünk van rá. Mert ugye, amikor a boldogságkutatás elkezdődött, hogy longitudinálisan nézték év mint év, hogy mi az, ami tényleg boldogságot hoz az emberi lélekben, és hogy azt mondjuk, egészséges is vagyok, megnéz az orvos, és tényleg ő is úgy találja, egészséges vagyok, és én szubjektíve jól érzem magam a világban, még ráadásul hosszabb is az életem. Milyen fajta egymástól független vizsgálatok zajlottak amerikai egyetemeken, tehát sok éven át tartó, hogy egybehangzóan az derül ki, hogy a legelső tétel, hogy van valakid, aki a legfontosabb, és aki számára te vagy a legfontosabb. Ez, hogy ez a pár kapcsolat, mint ahogy az ősi anya-gyerek kapcsolat, ez a leginkább minket töltő, életet megtartó, van kiért élni, van miért élni párkapcsolat. Következő van, ne is csodálkozzunk, hogyha van család és gyerekeink vannak, és még egy harmadik, ami így a nemzetközi kutatásba összhangba, különböző vizsgálatoknak ez jött ki az eredményeként, ha azért van egy bizonyos, nem túl nagy, de nagyon jelentős, érzelmileg jelentős baráti kör. Szóval vannak olyanok, akikkel összejársz néha, a közös programokat csináltok, és így tovább. Tehát van egy bizonyos, ez a te kis élettered. Mert ugye vegyétek figyelembe, egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába, a sajátunknak csak annyit mondhatunk. Na most ettől szebben, mint ahogy a költő megfogalmazta, úgyse tudjuk mondani. Nem tudjuk az egész világot valahogy elérni, de a kis világunkat valahogy meg tudjuk úgy, tudatosan meg tudjuk úgy tervezni, hogy beleadunk minden olyat, amiről tudjuk, hogy elősegíti azt, hogy a másik boldog legyen. Gyökösi Endre, egy pasztorál pszichológus azt mondta, mi az, hogy szeretet? Tulajdonképpen ilyen érzelmi vonalon gondolkodunk, és mi nők különösen, ugye, tehát a szeretet az egy nagyon komoly, fárasztó művelet, és nagyon nehéz. Mert hogy a szeretet, mint mondta ő, és én ezen az állásponton vagyok, a szeretet cselekedett. És ennek a lényege, hogy szeretlek akkor is, ha nem vagy szeretetre méltó. Szeretlek, mert szeretlek úgy, amilyen vagy. Most ez tényleg így van, hogy amikor nem szeretetre méltó, akkor is, mert ez csak arról szól, hogy akkor nem megyek neked, akkor nem döngöllek a földbe, akkor nem okozok neked még nagyobb fájdalmat és keserűséget, hanem
szeretlek, és ez a szeretet abban nyilvánul meg, hogy bizonyítom, hogy akkor is megbirkózunk a nehéz helyzetekkel, hogyha úgy érezzük, hogy ez nagyon, nagyon nehéz, és a szíved szakad meg, de mégis ebbe benne van sok mindenféle olyan, ami már minket spirituális dimenziókba viszel, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. Tudjátok, hogy van egy olyan egyszerű, most elárulom, ez megint személyes dolog, hogy ez az én párkapcsolatomból való. Hogy ugye mi eléggé tudtuk akarni a dolgukat, én is, ő is, a párom is, és akkor minden este, hogyha bármilyen kifeszülő helyzet volt, és nem jutottunk valahogy nyugvópontra, de hát ugye mit tettünk? Azt mondtuk, bevezetjük a béke pohár. Minden este béke pohár. És akkor ilyen kicsi pohár, csak erre a célra használatos kicsi poharunk volt, a béke pohár, teletöltöttük a béke poharat, speciál vörösborral, mert éppenséggel ő azt nagyon szerette, én is megszerettem közben, és akkor béke pohár. És megittuk azt az egy szem, egy deci egészséges vörösbort, tudjátok, hogy ez egy ennyi, nem több, ennyi egészséges. Mi azt megittuk, és azt mondtuk, nem haragszunk egymásra, majd valahogy, majd megbirkózunk vele. Mert ez a mondat maga, hogy megbirkózom vele azért, mert én hozzád tartozom, és te én hozzám tartozol. És akkor mi ezt elvállaltuk, hogy hát csak nem vagyunk olyan lények, hogy nem tudunk megbirkózni egy helyzettel. Megoldjuk. Nem kell segítség, mi ketten megoldjuk. És hát ez az, ami viszont már olyan lelki szint, ahol nem technika kérdése. Nem az, hogy mit üzen a pszichológus, hogy próbáljatok mediálni, hogy mi a közös, meg mi, hanem egy nagy, mély elhatározás, hogy vállaltalak, és te vállaltál engem. Felnőtt vagyok, ma is érvényes, amit mondtam, mint a székelyembernél, hogy ma is érvényes az, amit egyszer kimondtam, hogy vállallak téged az életben, és akkor tudom, hogy te is vállalsz engem. Én tudom, hogy ez hihetetlenül küzdelmes, de mégiscsak azt tudom mondani, ilyen apróságokon rengeteg múlik, hogy például, ha ma este hazamégy, ne felejtsd el megölelni azt, akit szeretsz, akkor is, ha egy szót se szólsz, öleld magadhoz, és úgy olyan ölelést adj neki, amit már rég adtál, csak egyet ne hagyj, hogy lefagyjon a kapcsolat. Mert a megoldatlan konfliktusoknak sajnos a menetében előáll egy borzasztó rossz helyzet. Ma a házasságoknak igen nagy százaléka, sajnos nagy százaléka, egy fedél alatt egymás mellett élés, elreménytelenedett kapcsolatokban, nem tudjuk meg, hogy mindig újra oda jutunk, hogy nem tudunk szót érteni. Hát akkor nem beszéljünk egymással. És akkor már csak majd olyanról beszélünk, hogy mégis vigyük már valahogy az életet, örömtelen, lefagyott, lefagyunk, mint a számítógép. Szóval nincsen már, nincs mondani való már, nincs miért, már nem érezzük a motivációt. Ne hagyjátok ezt, amíg vitázni tudunk, addig él a kapcsolat. És ha félsz attól, hogy hol tartasz ezzel, ha te vitázó kapcsolatba élsz, akkor él a kapcsolatod. Mert ha nem volna olyan fontos ő meg a másik, akkor nem tépnéd a szád, akkor nem igyekeznél vitázni vele, tehát még él a kapcsolat, és dolgozzunk rajta. Én ebben nagyon természetesen pszichológus párti vagyok, mert mi azért vagyunk, azt tanuljuk. És tudjátok azért, ezt muszáj, hogy tudjátok, hogy akinek tényleg diplomája van, és tényleg jogosítványa, azt tanul 5 évig általánost, 3+2, tanul 4 évig szakvizsgára, majd a szakvizsgata 3 évet pszichoterápiát, és akkor kiteszi a tábláját, a résztábláját. Keressetek olyat, aki ilyen képzettségi szintű, és vigyázzatok, ne menjetek akárkihez, ne menjetek, mert hogy a hasad se vágatnád föl, hogyha valaki felcser. Na hát a lelket se hagyd, hogy belenyúljon olyan, aki felcser. Azért van pszichológus, legyetek bizalommal, és remélem a kultúra lassan majd ugyanoda elvisz minket, mint ahogyan megvan ez a kultúra. És ne nézzünk rá az amerikai kultúrára úgy, hogy persze, hát ott pszichológusa van mindenkinek. Hát azért van pszichológusa, gondoljátok el. Mert nem viszi haza azt a töménytelen feszültséget. Elmegy a pszichológushoz, ott azt kéri a pszichológus, hogy aztán ott aztán lehet mindent, ami teher, minden. Ventillál, úgy hívjuk, ventillál, kiszellőzteti, meg is beszélik, és hazamegy, és úgy lép be,
hogy a párjának már nem a feszültséget viszi haza, hanem a megkönnyebbültséget. Hát ezt szeretném, hogyha valaha talán így vagy úgy, de Magyarországon is ennek egy nagyobb kultúrája lenne, jobban elfogadnánk a pszichológusokat, akik valóban ilyen szolgáló szakma, hogy segítsék ezt. De hát a legigazibb, mégis ha mi saját felnőtt személyiséggel bátran nekivágunk, hogy mi vállaljuk egymást, és mi megoldjuk ezeket a nehézségeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.